Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Hero of the Kingdom folytatása. Lássuk. 10, 10, 4. Ez 4 vadász vagy 4 felderítő? Vadász. Mennyi aranyunk van ehhez? 700. Ez remek. Tehát az egyikre sem elég, nem hogy mind a háromra. Itt pedig el tudnánk adni, de nem eladni akarunk, hanem venni. Vagy szerezni, vagy valami. Na mindegy, halásszunk, abban még lehetnek valamik. Kell rengeteg kaja. De mondjuk tudunk némi pénzt szerezni, remélem nem kell később. És akkor fel tudjuk passzírozni 10-re. Ilyen bogyóért előbb-utóbb tudunk kapni gyógyitalt. Tudunk virágot lapátolni, nem tudunk, tudnánk. Ó, találtunk egy adag tojást, az mindig jól fog jönni. Na, úgy látom, itt mindent kiraboltunk már. Tojás az még jó volt, még jobb lett volna, ha egy aranytojás betermelünk. Ugye valahova az kell. Nincs elég veszünk, hát megyünk. Meg nincs elég pihenőhelyünk, mondjuk azt tudunk még szerezni. És akkor legalább lesz pénzünk a bőrökből. Meg husi, meg agancs. Hát itt tudunk venni ezt, azt, amazt. Nála tud... nem. Ital kell, minden mennyiségben ital. El tudunk adni gombát. Nem egy nagy tétel, de el tudunk adni. Neki kell még egy aranytojás. Nem tudom, honnan szerzünk. Oké, kell majd egy pár vadász. Bökjünk farkast. Azt hiszem 4 kellett. És akkor már csak a 10-et kell összelapátolni. Oké, és még van a déli alkimistánk. Nála lehet majd halér, meg egyéb dolgokért. Husiért szerezni. És akkor elvileg, ha jól emlékszem, meg vagyunk. Ja, hogy ott voltunk, azért nem. Oké, fáradtság. Hát az a legegyszerűbb eset. Ha más nem, akkor a ház fizetünk. És akkor lássuk az óriási harcunkat.
amely lassan-lassan azért a játék végét jelenti. Bár nem tudom pontosan hogyan. Támadás! Gyűrjük le a geek embereket. Hurrá, győztünk háromszor is, és nincs háromszoros hurrá. Na, 25 hírnévpötty. Rengeteg mindent találtunk, főleg láncsát. Újabb bogyóka. Tudunk halászni még egyszer. Ez mindig jó. Hogy áll a hírnevünk? Tudunk itt valamit találni? Nem különösebben. No! Hát akkor azt hiszem vissza a varázslónkhoz. A kastélyba. Shadowmester 3 runája. Wuhú, 25 bogyó. Kaptunk egy Shadowmestert. Oké. És hova kell mennünk a Shadowmesterrel? Azt mondanám, hogy itt, ott, ott bizony a sötét portál. Oké. És akkor el tudunk itt utazni a titkos sötét toronyhoz. Főleg, hogy pihizni kell hozzá. Mert meglátjuk. Meglátjuk, hogy ez az utolsó akciónk-e vagy sem. Még egy aranytojást kell majd találnunk, remélem a sötét toronyban jár. Wuhú, átléptünk a teleporton. Gyík emberek mindenfelé. Pajzs meg gyógyító. Mondjuk annak nem örülök, hogy a pajzsomat is sikerült ezek szerint valahol elveszteni. Hát ez van. Oké, itt 28 a tőr. Itt 45-öt kapok a tőrért. Akkor inkább így váltsuk a ércet aranyra. Jó. Gyógyítva. Egy vagy kettő kell, már nem is tudom, meg nem is nagyon izgat. Itt vegyünk többet, úgy is kell majd. Úgy is biztosan kell. Itt gyanúsan van még egy vagy két terepnek hely. Csak a pajzsot sikerült nem megvennem, ezek szerint. Na de se baj, ez legyen a legkisebb bajunk. Egy ösvény, goblin, ork, akármi őrzőit legyűrjük. Mi folytatódik egy csomó csontival. Ahhoz kell mágikus ital.
Hát vegyük pénzért. Az az egyszerűbb eset. No. Wow. 10 katona meg rengeteg egyéb bogyó. Győzelem vagy halál, az mindig jó ötlet. No, milyen? Pecsniket nem szedtem össze, ez gondolom az utolsó harc. Kincsek. Ládák. Tojások. Kaszáljunk egy csomót. Rengeteg pihi. Legyen 5000 zseton nálunk, hát az mondjuk egy nem nagyon érdekes téma. De ezek szerint rengeteg helyen nincs tojás, vagy volt tojás, amit nem találtam meg. Na meg ládák ezek szerint még vannak itt-ott. Valamiben belefutottunk. Valamit találtunk. De mondjuk nem sokra mentem egy ilyen bogyókával. Akkor nézzünk szét, hát ha találok ezt, azt, amazt. Elhagyott ládikákat és mi egyebet. Extra tojásokat. Az, hogy én nem is tudom, hogy hol kéne keresnem. Mondjuk van egy adag gomba, azt láttam. Azt most kiszúrtam. De ennyi. Hát egyre még szétnézzünk, ott egy láda mondjuk. Azért egyet-kettőt találunk, van bőven még, ezek szerint, és sajna. Vagy hát nem sajna, de hát na, küzdelmes, egy kis gomba. A tojás a nagy kérdés, mert abból lesz a vadászat, és azt szeretném megtalálni. Hopp, ott mintha lett volna valami. Egy ilyen láda. Na, hát az utolsó harc előtt még azért szétnézünk. Ha nem lesz meg, nem lesz meg, de azért próbálom megtalálni a dolgokat. Ott is egy láda, vagy inkább hordó. Ezek szerint bőven van, amit elhagytam. És ki tudja, hogy milyen egyéb titkok. Lehetnek még lapulva, itt-ottam-ott. Én gondoltam volna, hogy egyértelmű némelyik, de ezek szerint nem. Ezek szerint nem elég egyértelmű néha. Na se baj, legfeljebb nem találjuk meg, csak az nem annyira boldogító. Mert az ilyen óriás vadakhoz kellene. Mondjuk itt kiszúrtunk egy jó pár gombát. Azt azért nem lehet mondani, hogy nem találtunk néhány extra gombát. A
akár jó néhányat. Újabb gomba. No, hát... Itt mintha lett volna még valami. De ezek szerint nem volt. No. Hát, attól tartok, hogy mindent nem fogunk megtalálni. Ó, dumcsiszhatunk a halásszal. Kell neki egy feromon. Oké, szerezzünk egy feromont. Szóval én nem tudom honnan. Méreg. Oké. Remek. És akkor el tudjuk csípni a pajzsos halakat innentől kezdve. Na, az is valami. Tudunk venni gyöngyöt. Hoho, vagy ahhoz egy feromon kell darabonként. Az egy picit extrém, nem gondolod? Ó, viszont ezek szerint itt a gyöngyhalászat játékba jött. Na, az azért nem mindegy. Masszív gyöngyhalászat akció. Ha nem is minden, de egy adagot haladtunk előrébb. Ez ügyben. Utolsó utáni akció. Valahol. No. Itt határozottan nem látok több minden, de... Ez persze lehet, hogy az én hibám. Mondom én, mikor látok egy gombát. És ott egy tojás. Még egy tojást is találtunk, nem az aranytojást, amit kerestünk, de találtunk. Még egy random láda. És ott az aranytojás. Na se baj, még azért az utolsó mezőt átnézzük. Itt pihizünk. És akkor ha nem mindent, de azért elég sok mindent megtaláltunk. 100 aranyat akar. Hogy? Törjön ki a nyaka. Oké.
Oké, készítünk tőröket. Eladunk tőröket. Oké. Nem tudom, mennyi kellett. Sok. Mondjuk 10. És maradt 300. Az nem sok, de a sok-sok gyöngyöt el tudjuk adni, meg a baltákat. Ez biztosan azért van alapvetően. És akkor itt tudunk még egy kis gyöngyhalászatot játszani. Azt mondom, az ennyi volt. Nem egy nagy gyöngyhalászat volt, de egy kis gyöngyhalászat. Ami még egy kis pénz. Oké, titkos tolvajképző, vagy mi az, vadászképző. Vadászmester. Na, és akkor le tudtunk gyűrni egy medvét. Körülbelül ez lesz az egyetlen alkalom, hogy megejtjük. No, és akkor nézzük azt az utolsó harcot. Nem tökéletes, nincs meg minden. 11-11. 11-11. Nem aprózza. Viszont akkor nem kell a gomba. Jó. Ó, lehet krokodilt vadászni. Oké, akar algából mérget. Kéne olyan bogyó. Vagy ő ad nekem mérget 80-ért. Igazából nem nagyon érdekes, csak egy krokodilt azért le akarok gyűrni. Mert miért ne? Az vicces. Hogy öltünk krokodilt az utolsó harc előtt. Ketté harapta. No de. Mi kell nekem? 11 főzet megvan. Úgyhogy már csak a maradék főzetek kellenek. Amit egyszerűen halból megveszünk. Sima ügy. Itt még van egy gyöngy is. Megvan a búvár képesség is. Hopp, ott volt egy láda. Nem teljesen tiszta, hogy miért találunk random dolgokat időről időre. Újra. De lehet, hogy a új képesség új dolgokat ad. Ezért gyorsan nézzünk szét, hát ha van világító aranyláda. Valahol. Határozottan nem látok, de lehet, hogy az az én hibám.
A disznónk elmenekült. No se baj, akkor ezek szerint ennyire nem tiszta, csak időnként egy-egy fölbukkan. Tényleg ennyire egyértelmű. Vagy ki tudja, itt is van egy ingyen aranyláda. Teljesen egyértelműen világít. Nála is lehetne venni ezt, azt, amazt. Meg egy kupac aranya, csak úgy. Nem is kevés. Nem is kevés loot. Pár gomba. Esetleg itt is volt egy új. Annyira nem. Annyira nem egyszerű az eset. Hogy csak úgy körbenézünk és találunk. Mindent. Mint a lett volna valami, de lehet, hogy csak úgy véltem. Elvileg megvagyunk mindennel, még a csontvászterepet megnézem. Ott lepődnék meg legkevésbé egy új értékes loot-tól. Hát itt csak szörnyékék. Na és akkor jön az utolsó harc, ha minden igaz. Készen állunk. Győzelem vagy halál. Emberférgek közelednek, ouch. Írtsuk ki a csontikat. Ez, hogy nem győzünk le. Még két további játék van. Tíz golyók repkednek. Végleg legyőz, hát persze. Mert az úgy szokott lenni, hogy végleg legyőzzük a sötét nagyurat. Na, dicsőséges hősök vagyunk. Utolsó utáni kincs. Ott egy utolsó utáni kincs. Nem sok lesz már hátra egyébként a kincsvadászhoz. Kettő, hát. Azért nem fogok kajtatni most. Győzelmünket elmondjuk. Legyőztük a gonoszt. Hát persze, azok mindig ilyenek. Sose térnek vissza 5-10 év múlva. Olyat még sose láttunk. Wuhú, csillagok hullanak. Wuhú! Mindenki ünnepel! Hurrá! Na hát, legközelebb folytatjuk a második résszel. Mára ennyi.